Amikor Billy és Victoria Edwards összeházasodtak, készen álltak arra, hogy megéljék az amerikai álmot. Mindketten pályakezdők lévén azonban nem engedhették meg maguknak, hogy megvegyék, amit akarnak. Ott volt viszont a hitel. Jó volt a hitelképességi besorolásom, úgyhogy ha kellett valami, azt hitellel szereztem meg. Házasságuk első évében vettek egy házat, bebútorozták, és két autót is fenntartottak, miközben még 20 000 dolláros diákhitelüket is törlesztették. Billy hamarosan rájött, hogy bajban vannak. Már csak próbáltuk nulla fölött tartani a bankszámlánkat. Billy megpróbálta orvosolni a bajt, de egyre rosszabb lett. Majdnem akkora volt az adósságom, mint amennyit egy évben kerestem. Victoria látta, hogy Billyvel valami nincs rendben, csak azt nem tudta mi. Billy már nem volt önmaga, távolságtartó lett. Nagyon megterhelő volt. Depressziós lettem. Nem akartam emberek közé menni azzal a tudattal, hogy én vagyok a hibás. Néhány hónappal később feltárta Victoria előtt a pénzügyi helyzetüket. Levettem végre az állarcot és beismertem neki, hogy már nem vagyok ura a helyzetnek. Billy tudta, hogy még valakivel rendeznie kell a kapcsolatát. Imádkoztam, Uram, segíts, mert nem szeretnék olyan munkát végezni, hogy a hitelezőim szolgája legyek. A házas pár szigorú költségvetésbe fogott, melyben csak havi 60 dollárt szántak élelemre. Ez áldozatokkal járt, valamint sok rizssel és babbal. Aztán rájöttek, hogy van még valami, amit meg kell tenniük. Bűnbánatra jutottunk a tizedfizetéssel kapcsolatban. A házaspár szerint nehéz volt rendszeresen tizedet fizetni. Hogy őszinte legyek, többször is kihagytam a tizedfizetést. Meg kellett térnem és azt mondanom, bocsáss meg, segíts ezt helyreállítani. Ezután Billy új kijelentést kapott. Az új szövetség sehol nem mondja, hogy 10% és kész. Bőkezűségről van szó, és hogy a szívünk szerint kell adni, jó kedvel. Isten arra indította őket, hogy CBN partnerek legyenek. Isten arra hívott el, hogy csatlakozzam ehhez. Aztán mindössze néhány hónapon belül Isten megáldotta Billit ezzel a fantasztikus munkával. Sosem gondoltam volna, hogy gyári gépkezelőből értékesítő leszek. És nem gondoltam volna, hogy a jövedelmem több, mint a duplájára nő. Olyan volt, mintha elkezdtünk volna jó sáfárok lenni, amiért most többet bíztak ránk. Úgyhogy felhívtam a CBN-t, és elmondtam, hogy rendszeres automatikus átutalással szeretnék fizetni, és megduplázom az adomány összegét is. Csodálatos, amit a CBN tesz. Kutakatásnak, tiszta vizet juttatnak el olyan emberekhez, akiknek nincs, és ott az árvaházas program is. És az evangéliumot is hirdetik. Néhány éven belül a házas pár visszafizette minden hitelkártya tartozását, mindkét autó hitelét, és nem csak rizst és babot esznek. Ez Isten! Erre nincs más magyarázat. Legyen nagy hited. Higgy okoskodás nélkül, bíz Istenben, és meglátod, mit cselekszik.